Ó, végre visszakaptam a hátteret. Na, egyszer igen, egy kommentelő azt kérdezte tőlem, hogy már elnézést, ha nem vagyok indiszkrét, hát akkor te micsoda vagy, ha nem vagy liberális, ugye valamilyen ilyesmit. Ami szerintem egy nagyon jó kérdés, és akkor azt gondoltam, hogy csináljunk egyfajta ilyen intellektuális coming out-ot, amikor az ember úgy picit kiteregeti azt, hogy mik voltak azok a hatások, amik hatottak rá, egyáltalán minek mondja magát, minek gondolja magát, és miért. Szerintem ez érdekes lehet bárki számára. Én azt gondolom egyébként, hogy nem kell feltétlenül bárkinek valamilyen dobozba belerakni magát. Nem szükséges feltétlenül valamelyik ilyen csoporthoz odaállni, akár szektás, akár nem szektás jelleggel. De így is, úgy is azért ez érdekes lehet szerintem bárki számára, hogy tényleg mi az, ami mondjuk az én gondolkodásmódomra hatott, és egyébként mi az, amit mondjuk ebből szerintem bárki megtanulhat. Sürgősen fel kell iratkozni, lájkolni és beállítani az értesítést, mert ez egy szuper csatorna. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Tehát, hogyha megnézzük, mondjuk Amerikában, amikor megválasztanak egy legfelsőbb bírót, akkor nagyon-nagyon hosszasan nyúzzák, kérdezgetnek tőle, körbe kérdezik, hogy így hogyan, ebben az esetben hogyan döntene, mi a véleménye abortuszról, eutanáziáról, fegyvertartásról, a korunk összes nagy kérdése, a környezetvédelem, stb. Bármi. És azért ez szokott eszembe jutni, amikor magyar politikusoktól azt szoktam hallani, hogy hát majd, ha egyszer oda kerülök, akkor majd elmondom, hogy hogyan döntök. De hát addig azért még nem, még azért úgy nem. És egy kicsit így vagyok ezzel is, ezzel a kérdéssel, amit itt valaki föltett, hogy szerintem az egy teljesen adekvát kérdés, hogy hát igen, akkor nézzük meg, hogy mondjuk a valakinek, vagy nekem a gondolkodásmódom, a milyen panelek vannak, és ezek akkor honnan jönnek mégis, és miből, honnan, hova jutottam el, mondjuk szellemileg, és mi az, ami hatott rám. Tehát szerintem ez egy teljesen normális dolog. Igazából én a politikusokkal is ezt csinálnám, sőt az összes ilyen alkotmánybíróval, de akár még felülem, akár legfelsőbb bíróságon is, ugye a bírákkal, stb. Mert alaposan körbe lehet kérdezni, hogy vajon mégis hogyan döntene bizonyos kérdésekben, és miért. Jó? Tehát ezt egy teljesen adekvát kérdésnek gondolom. Most ha az én történetemre vagyok kíváncsiak, akkor az egész ott kezdődik, hogy én elég konzervatív nevelést kaptam. Tehát alapvetően egy ilyen vas konzervatív közegből jövök. Én ezért is ismerem annyira egyébként ezt az egészet, ami a Fidesz körül van. Tulajdonképpen nagyjából mondjuk ebből a közegből jövök én is. És azt is hozzáteszem egyébként, hogyha megnézzük, hogy mondjuk az egyes csoportokat, és ennek semmi köze az intellektualitáshoz. Tehát megnézzük azt, hogy mondjuk kikkel tudnék a legőszintébben nevetgélni másokon, mondjuk konzervatívokkal, liberálisokon, vagy baloldaliakon, liberálisokkal, baloldaliakon, vagy konzervatívokon, baloldaliakkal, konzikon, vagy liberálisokon, akkor az az igazság, hogy mondjuk egy normális országban, tehát nem egy olyan országban, mint Magyarország, azért leginkább a konzervatívokkal tudnék így egy húron pendülni. Ha már értszerődni kell ilyen vadhajtásokon a különböző egyéb csoportokban, akkor valószínűleg mondjuk egy civilizált társadalomban mondjuk ők állnának hozzám a legközelebb. És ez egyébként nem feltétlenül intellektuális dolog, hanem bizonyos értelemben érzelmi. Persze nagyon sok mindennel azonosulok, tehát például ami mondjuk más csoportokban ugye máshogyan jelenik meg, mit tudom én, szerintem nem evidens egyébként, ahogyan ezt már itt is elmondtam, hogy be kell vezetni a melegházasságot, szerintem nem evidens nagyon-nagyon sok minden, az eutanázia, általában az egyházak, vagy a vallásnak a szerepét pozitívan értékelem egyébként a társadalmakban, és akkor ezeket hosszasan lehetne ezeket a toposzokat sorolni. Ugyanakkor ami nagyon erősen elválasztott egy idő után a magyar magát konzervatívnak gondoló közektől, az, hogy szerintem ezek borzasztóan autoriterek. Tehát igazából nagyon sok szempontból ilyen erősen fasisztoid arcot mutatnak a magyar magukat konzervatívnak, vagy jobboldalinak gondolok. Mondok egy példát, például leültem nem is olyan nagyon régen, egy-két éve egyik volt évfolyamtársammal beszélgetni, és elkezdte nekem magyarázni, hogy
hogy hát a Fidesz szerinte az első Fidesz kormányzat az, az nagyon-nagyon jó volt, 98-tól 2002-ig. Hát azért ez is egy elég erős állítás, hiszen már akkor is volt a korrupciós ügyeik, stb. Azért akkor is volt egy ilyen kultúrterror, ahogyan a társadalmat így izéle akarták bunkózni. De azért nem volt persze értelemszerűen olyan, amilyen később. És akkor mondta neki, hogy oké, legyen ez az ő véleménye, de hát attól még nem kezdjük el a választási szabályokat manipulálni, nem? Tehát azért, mert azt gondoljuk, hogy mi jól kormányzunk, attól még azért nem kezdjük el szétszedni a választási szabályokat. És aztán erre azt találta mondani, hogy miért nem? Hát az ellenzék is várhat végül is. Ha azt mondjuk, hogy gerrymandering, tehát áthúzogatják a körzeteket, hát akkor az ellenzék is várhat, nem? Hát 10-15-20 év múlva már biztosan másmilyenek lesznek a körzetek, nem? Tehát bizonyos, és egy olyan emberről beszélünk, aki egyébként masszív Fidesz támogató volt, majd utána a saját bevallása szerint már nem szabad a Fideszre. Ha belegondolunk, ez az autoriter gondolkodásmódnak egy tökéletes megnyilvánulása. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy hát végül is mi olyan jól csináltuk, hát akkor nekünk jogunk van egyébként manipulálni a szabályokat. És ez az a pont, ami egyébként engem elválaszt a mondjuk a magyar magát konzervatívnak gondoló közektől. Tehát alapvetően az, hogy lehet, hogy nagyon-nagyon sok mindenben egyet értenénk. Tényleg abban, hogy mit én hova, itt-ott hova rakjuk az értékeket. Viszont azt gondolom, hogy ők normálisnak gondolják, hogy letapossák a saját társadalmukat. És azt is gondolom, hogy külföldön is azért a konzervatívoknak lehet egy ilyen autoriter eleme, nagyon sokszor xenofóbok, stb. De az, ami Magyarországon zajlik, az egyébként ennél több. Tehát én pont bizonyos értelemben azért nem tudom megértetni magam velük, hogy nagyon-nagyon nehezen, mert egyébként mondjuk egy német konzervatív közegbe így valamennyire belepasszolnék, tehát hogy mit tudom én, egy ilyen intellektuálisabb CDU-s, vagy mit tudom én, ilyen jobbosabb közegbe. Magyarországon pedig nem. Tehát egészen egyszerűen Magyarországon mindenki, aki nem ilyen szektás módon támogatja a Fideszt, az liberális vagy valami százi lesz. Ezzel alapvetően az ember így elég erősen szemben áll. Önmagában ez a fajta maradiság rendkívül irritáló számomra, ami úgy Magyarországon ezek a jobboldali közeg azt gondolja, hogy ez a normális. Egyébként én olyan helyen is laktam, ugye a 12. kerületben ott a hegyen, ami a magyar ilyen kvázi a konzervativizmus, de egyébként a magyar autoritarianizmusnak is az egyik pontja. Az egész tényleg olyan az a környezet számomra, mint hogyha a Horthy rendszerben ragadt volna. Most is igazából. Kicsit az emberek is, kicsit az attitűd is, ez a fajta ilyen beszűkült doboz szemlélet, ami egyre jobban elkezdett irritálni. Na most aztán utána erre a rétegre, tehát mondjuk azt, hogy erre a fajta nevelésbeli rétegre jön rá az, vagy jött rá az idővel, hogy egy csomó minden ilyen liberális alapvetést beépít az ember. Tehát beépít mondjuk azt, hogy ne kezdjen el rasszista alapon profilozni, finomabban beszéljen, bizonyos emberi jogokat fontosnak tartson, stb. Ha engem kérdeznek, én a könnyű drogokat is liberalizálnám, tehát azt gondolom, hogy nonsens ilyen tizenéves gyerekekre rendőröket uszítani a semmiért. Tehát bizonyos ilyen liberális paneleket aztán beépített az ember a gondolkodásmódjába. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egyébként azért a kortárs politikai liberalizmussal azért vannak problémáim. Tehát nekem legtöbb problémám is van, az egyik az, hogy valahogyan úgy tűnik, mintha kiürítette volna magát. Szerintem a liberalizmus általában nagyon-nagyon keveset mutat az átlagember számára magából újabban. Tehát a politikai liberalizmus, és egyébként nagyon sokszor ezekről a pártokról is beszélek, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is, minthogyha nem lenne a csomagjában olyan sok minden, azon kívül, hogy különböző kisebbségekre fókuszál, melegekre, etnikai kisebbségekre, stb. És azt magyarázza a többségi társadalomnak, hogy hát ezeket védeni kell, mert akkor jobb lesz a társadalom. Igen, csak hogy ugye is van ennek egy ilyen baloldali kritikája, hogy ettől még mondjuk az átlag embernek nem feltétlenül lesz jobb, vagy a Náncsi néninek, aki szegény. És minthogyha mondjuk a szegény néninek nem tudna ez a fajta kortárs, mondjuk ez egy kicsit demagógan hangzik, de akkor is ezt gondolom, ez a fajta kortárs liberalizmus mit mondani.
azt tudja neki mondani, hogy hát ne kezdj el, nem tudom, cigányozni, meg ne kezdj el a melegeket szidni. De ez még nem fogja őt feltétlenül előbbre vinni az életben. De annyira nem sikerült teljesen kinyitni, hogy azt mondjam, hogy tökéletesen azonosulok mondjuk a kortárs liberalizmusnak minden ilyen hát ha mondjuk lehet ilyet mondani, mert azért sokfajta tája van liberalizmusnak. Ha megnézitek a német mondjuk liberális párt például, az rendesen ilyen, nem azt mondja, hogy migráció ellenes, de azért már-már ott mozog azon a határon, szövegeket tud tolni. Tehát időről időre engem is úgy meglep, hogy így mikkel nem áll elő, tehát, hogy mit tudom én, Alinak is tiszteletben kell tartania, nem tudom, tehát ilyen hoppáli. Tehát azért sokfajta ilyen liberalizmus létezik, mondjuk azt, vagy a politikai liberalizmus is sokszínű. Ennek egy részét azt az ember beépítette a gondolkodásmódjába, de maradéktalan az egészet nem. És azt is gondolom egyébként, hogy bizonyos értelemben mondjuk azzal az alapvetése, amit amerikai liberálisok sok szempontból osztanának, hogy kivételezett helyzeteket kell létrehozni. Például egyetemen, hogyha mit én bőrszín szerint beosztogatni az embereket, hogy ki hogyan kerüljön be, stb. Ezzel nekem meg az ilyen affirmative action, ugye úgy hívják Amerikában, ezekkel meg nekem bajaim vannak. Tehát megint csak, mert azt gondolom, hogy ha valóban egy olyan társadalmat akarunk létrehozni, ahol mondjuk a bőrszín, etnikai háttér, stb. Nem lényeges, akkor viszont nem kellene ez sem. Tehát, és leginkább azért nem, mert nem oldja meg a problémát. Tehát, hogyha rasszista a társadalom, akkor nagyon úgy tűnik, hogy az is marad. Tehát, hogy azzal nem oldódik meg a kérdés, hogy valamilyen módon kiszelektálunk majd embereket, akik egyébként lehet a teljesítményük alapján rosszabbak másoknál. Ez is egy olyan pont, amiben én nem értek egyet mondjuk sok ilyen mainstream liberális gondolkodóval. Oké, illetve hát nem is az, hogy a liberális gondolkodóval, mert ők azért sok mindent mondanak róla, például sok mindenben egyet értek. Sokkal inkább mondjuk a politikai liberalizmusnak ezzel a fajta ilyen felfokozott dinamikájával nem értek egyet, hogyha pontosítani akarni. És egyébként erre még rájön az, hogy mondjuk a magyar liberálisok milyenek. Tehát szerintem a magyar liberálisok egy része borzasztóan autoriter volt mindig is. Tehát egy ilyen, kicsit volt egy ilyen az olyanokat mindén ilyen váron veregető attitűd, hogy hát jaj, hát szegény bugyuta, olyan kis buta szegényke, hát majd én megmondom neki, majd nem tudom, Horn Gábor bácsi jobban tudja. Egy tudom, Pető Iván, stb. A helyzet az, hogy nem. Tehát, hogy mára már úgy kiderült, hogy nem tudják jobban. Az az igazság, és ez nagyon úgy tűnik, hogy az embereknek is így tűnik, legalábbis számomra. Tehát ez ilyen dolog. És ez részben azért is tűnik úgy, mert minthogyha az embereknek egyre inkább kezdene leesni, hogy összekapcsolták egyébként mondjuk a politikai liberalizmus egyébként a piaci neoliberalizmussal. Tehát azzal, hogy az állam az ne avatkozzon be a piacra, ne csináljon semmit, stb. Amit viszont borzasztóan károsnak gondolok. Tehát itt jön mondjuk a harmadik hatás, ami ugye beépül az ember gondolkodásmódjában. Ez pedig az, hogy nem véletlenül hallotok itt időről időre ugye egy-egy ilyen vallós gondolkodótól is szövegeket. Egészen egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy szimpla gondolkodás útján eljuthat az ember oda, hogy bizonyos szintű társadalmi kohézió szükséges egy normális társadalomhoz, és bizonyos szintű szociális háló, meg szociális rendszer szintén szükséges. És oda is eljuthat, hogyha megnézik mondjuk azt, hogy Amerikában hogyan szakad szét az amerikai társadalom, tehát hogy tényleg, mit tudom én, pár százalék kezében van a nemzeti vagyon jelentős része, tehát teljesen szürreális, a középosztály az így tűnik el, hogy innentől kezdve szerint, és hát ez tény, tehát lehet ezt vitatni, stb., de hát ez tény, tehát egyértelmű számomra, hogy innentől kezdve azért a világnak igenis szüksége van arra, hogy valamilyen szinten ilyen szociális jogalkotással ezt kompenzálja, és azon gondolkozzon el, nem osztogatni, mert itt Magyarországon valahogyan sikerült ezt elterjeszteni, hogy ez mind osztogatás, nem osztogatás, hanem mondjuk egy tisztességes adórendszert csinálni, amiben nem csak a gazdagok járnak jól, vagy a jól keresők, hanem mondjuk olyasfajta szociális hárot, hogyha van, aki munkanélküli, akkor ne vesszen teljesen el, és halljon éhen, stb. Olyasfajta rendszert, hogy mondjuk a szegény gyerekek is tudjanak megfelelően tanulni.
illetve legyen számukra megfelelő ellátás, szociális munkás is egyébként akár azért, mert gyakorlatilag, hogyha mondjuk képezzük őket, hasznosabb tagjai lehetnek a társadalomnak. És ezeket hosszasan lehetne ezeket az elemeket sorolni, amiket egyébként alapvetően baloldali pártok képviselnének, hogyha a nemzetközi baloldaliság az nem omlott volna teljesen össze. Én nem tartom magam baloldalinak egyébként, de azt gondolom, hogy szimplán gondolkodás után bárki, aki nem baloldali, eljuthat ez oda, hogy bizonyos dolgokban egyébként baloldali nézeteket vall. Németországban a konzervatívok, tehát akik ugye inkább kereszténydemokraták, tehát az Anna nem szereti konzervatívnak hívni őket, én igen. De a konzervatívok azt mondják, hogy nem számolják fel teljesen a szociális államot. Tehát, hogy a Bismarck óta van Németországban egy hagyománya a szociális államnak, és nagyjából azért ezt is viszik előre, például mondjuk ugye legutoljára szó volt, ugye hát sok mindenről szó van, most is, meg korábban is, de mit egy minimálbéremelés, meg nyugdíjemelés, stb. Tehát, hogy adó variálás, és mit tudom én, mennyi legyen a plafon, és milyen adókulcsal sújtsák a gazdagokat, stb. És azért ezekben a vitákban nem az van Németországban, mint Magyarországon, tehát ez tök fura, hogy a magyar elit ezt nem igazán látja át, igazából síralmas. Tehát nem az van, hogy bedobják a gyeplőt a lovak közé, és csak egy irányba mehet minden. Tehát, hogy legyen már rosszabb mindig az átlag embernek. Tehát Magyarországon valahogy mindig így jön ki. Tehát mindig ki lehet segíteni, nem tudom, a bankokat, az oligarchákat, a nem tudom kiket. Kapjanak már úgy hitelt, hogy nem is kell visszaadniuk, meg nem tudom. De az átlag embernél ez sosem merül fel. Tehát valahogy az egész rendszer itt Kelet-Európában, ahogyan el lett adva mondjuk ez a vadkapitalizmus, Ez mindig úgy működött, hogy hát, hogy azért szúrjunk ki a kis emberrel, viszont a minél nagyobb vagy, annál kevésbé fog szívni. És ehhez szerintem nem kell feltétlenül baloldalinak lenni, hogy az ember azt gondolja, hogy ez irritáló. Nem lenne feltétlenül evidens, ennyire evidens Németországban ez az egész, mert nem azt mondom, ott is van egy ilyen nehézségi ereje amúgy a konzervatívoknak. Ott is azért összefonódik egyébként a kereszténydemokraták és a nagy tőke, meg a nem tudom, tehát azért az hülyeség lenne azt állítani, hogy azért ott nincsenek ilyen zavaros viszonyok, meg nem tudom, tehát nem erről van szó, csak arról, hogy azért mondjuk nem hülyéznek le vitákban, ha azt mondod, hogy de hát elnézést, már megint ugyanitt járunk, hogy megint megszorítunk, vagy már megint az van, hogy hát azt mondjuk, hogy ezt nem lehet, azt nem lehet, mit tudom én, bármilyen szociális intézkedés, de nem tudom, minden sarokra idióta stadiont építeni lehet, nem? Vagy mit tudom én, tényleg olyan kölcsönöket adni cégcsoportoknak, amit vagy nem fog visszaadni, vagy kamatmentesen kapja, azt lehetne. És tényleg ezeket lehet hosszasan sorolni. Tehát az egész rendszernek itt mindig van egy ilyen gravitációja, amikor fölmerül valami, mi merül fel, vezessünk be tandíjat, nem? Nem az merül fel, hogy mondjuk töröljük el, és támogassuk azokat, akik mondjuk olyan helyzetben vannak, hogy esetleg nem tud tanulni a gyerekük. Oké, láttam egy-két ellenzéki programot, amiben szó van egyébként arra, hogy ha más nem, legalább ugye, azt hiszem a DK-nál is volt ilyen, én első évben ne legyen tandíj, meg ilyenek, értem én ezt, de hogy nagyon sokszor nem ezen megy a húzavona, illetve amikor valaki egy ilyennel előáll, akkor mindenki elkezd hümmögni. A helyzet az, hogy ezen nem kellene hümmögni. Tehát, hogy ez természetes, ez a normális, az állam a normális, ami ad is az állampolgárainak. Tehát ilyen értelemben én azért elég sok ilyen baloldali gondolatot beépítettem. Ugye ugyanez az EU kritikája is, tehát hogy egy jó darab igaz ember ilyen kicsit ilyen apologetikusan állt hozzá az Európai Unióhoz, és aztán utána egyre inkább kritikusabb lett egyébként az államokkal is, európai államokkal is, illetve mondjuk általában az unió fele. Nem lettem EU-szkeptikus, vagy ilyenek, tehát alapvetően hiszek a kooperációban, összefogásban, stb. Csak azt gondolom, az nem véletlen egyébként, hogy az EU-nak olyan az architektúrája, amilyen. Tehát olyan a felépítés, és az sem véletlen, hogy bizonyos kérdésekben nem képes mondjuk megfelelően eljárni, vagy nem tudom, alapjogokat érvényesíteni, stb. Tehát ezeket nem a szél fújja ide, hanem gyakorlatilag ez egy viszonylag tudatos tervezés, hogy ott tartunk, ahol.
egész sok ilyen baloldali elemet is beépítettem, ami persze nem megy el addig, amíg ez a karakteres, masszív, ilyen militáns baloldali formák elmennek, de nagyon bizonyos szerzőket nagyon értékes szerzőknek tartok onnan. Tehát a nemzetközi kereskedelem politikában is egyébként a Denis Rodrik vagy a Stiglitz szerintem tök jó, fontos szerzők, Chomsky szerintem jókat tud írni és mondani, stb. Stb. Tehát ettől még nem fogom magam baloldalnak gondolni. Valószínűleg bizonyos vonásaim azért sok közelebb állnak a, tényleg a konzervatívokhoz, de azt gondolom, hogy az a fajta világkép, vagy az a fajta ilyen szemlélet, hogy egy emberibb társadalmat akarnak létrehozni, és az államnak igenis van szerepe abban, hogy egy emberibb társadalmat hozzunk létre, az nagyon fontos. Tehát azt nagyon-nagyon fontosnak tartom. És hát ebből a háromból mit lehet kihozni? Tehát ebből a három hatásból azért azt is ki lehet hozni, hogy mind a három között egyensúlyozik a gondolkodásmódja az embernek. Tehát nem kell feltétlenül doktrinárnak lenni, hogyha valamilyen bugyorba be kell rakni magam, akkor valószínűleg valamilyen konzervatív bugyor szélébe raknám be magam. De azért általában utálom, ha megpróbálnak belerakni ilyen bugyrokba. Azért nem szeretem, mert nem fog feltétlenül passzolni a gondolkodásmódom ezekbe a bugyrokba. Tehát ezt valaki ilyen tök jól leírta, hogy mi ilyen kurzuson kívüli emberek, valamelyik kommentben így fogalmaztatok, és egyébként ez így van, tehát mi kurzuson kívüli emberek, de ilyen bizonyos értelemben ezekben a szektákon kívüli embereknek is mondhatjuk magunkat, mondjuk sokan egyébként, akik ezt a vlogot nézik. És ez viszont felszabadító érzés, mert akkor meg tudod azt csinálni, hogy oké, bizonyos dolgokat mondjuk megtarthatsz a konzervatívoktól, bizonyos dolgokat megtarthatsz a liberalizmusból, amit értékesnek gondolsz, amit nem, azt egyébként szabadon kritizálhatod, az sem szent tehén, tehát értem én, hogy most Orbán Viktor gyűlölni kell, de a liberalizmus sem szent tehén egyébként, tehát és főleg a kortárs politikai liberalizmuson van mit kritizálni. És egyébként ugyanezt megteheted a baloldallal is. A baloldal is azért főleg ez az új bal közeg, ez azért rendszeresen föl tud húzni engem. Tehát amikor bármi neoliberális ilyen szitokszóként használva, vagy nem tudom, tehát jönnek ezek a szektás dolgaikkal, ugyanúgy tarthat az ember tőlük is egy három lépést, ahogyan tart mondjuk a jobb oldaltól, vagy a liberálisoktól, stb. Tulajdonképpen az én üzenetem bárki számára az lenne, hogy nem kell feltétlenül, tarthatjátok bárminek magatokat, liberálisnak, baloldalinak, konzervatívnak, akárminek, de egyébként, hogyha nem tartjátok, akkor sincs semmi. Tehát az az igazság, hogy nyugodtan bármi, gondoljatok bármit magatokról, és bárhonnan be lehet építeni dolgokat. Egyébként vannak olyan szerzők, akik inkább konzervatívok, és tőlük vannak olyanok, akik liberálisok, vannak, akik pedig baloldaliak. És egyébként érdemes egy ilyen plurális rendszert létrehozni. És egyébként azt is hozzáteszem, hogy ezt azért az ember ugye a környezetében is próbálja fenntartani, olyan értelemben, hogy nem gondolom, hogy a kizárólagosan bizonyos ilyen ideológiák fele hajlani ez normális lenne, tehát lehetőség szerint azért érdemes egy ilyen plurálisabb közeget létrehozni. Bárhol. Tehát nem, ami nem arra épül, hogy bizonyos nézetek leuralják a többit. Jó, tehát csak ezt akartam elmondani. Azt gondolom, hogy ez végül is mindenkinek érdekes lehet, tehát az, hogy hogyan áll össze az ember gondolkodásmódja, milyen panelekből, minek gondolom magam, minek nem. És hát tényleg azt szerintem meg lehet tanulni belőle, hogy nem érdemes ilyen szektásnak lenni. Teljesen lényegtelen, hogy köpködnek minket. Tehát Magyarországon tényleg bárkire bármit rá lehet húzni, azért mert jönnek ezek a köpködők, és majd jobban tudják, hogy én hogyan gondolkozom. Ez mindegy. Szerintem nyugodtan érdemes két lábbal a földön állni, és saját gondolkodásmódra szertenni. Ezt gondolom erről, jó? Innen folytatjuk. Szevasztok!